megint, igen, a hashtag Bocskor Svábi után. Jó estét mindenkinek! Remek a társaság ma este, itt van Vosalan Rozi! Görög Zita! Szécsi Zoli! És Németh Kristóf! A drága jó Kristóf! Tudjátok, körülnézünk, mindig körülnézünk, hogy valamit olvasunk-e rólatok, és nyilván találtunk egy cikket arról, hogy Rozina lefogyott, de innen mennénk is tovább. Szerintem is ugorjunk, mert amióta kijött a hír, meg tudom cáfolni, szóval majd jövőre visszajövünk megint egy fogyóssal. De tényleg, nálad ez hogy? Ez mindig újra tudtam, hogy megint van egy ilyen... Én mondtam a szerkesztőségnek, nézzük meg, mi van, Rozina, azt mondja, megint lefogyott. Mondom, jól, ezt hagyjuk. De ez egy lefogyás újra töltve, vagy... Én nem tudom. Én már ezzel sem tudom tartani a tempót, mármint a médiának az érdeklődésével. Vagy ezek a kamu oldalak, tudod, amikor így ellopják valakinek a személyazonosságet, és akkor az ilyen egy évvel ezelőtti, két évvel ezelőtti, három évvel ezelőtti sztorikra rányúlnak, beemelik, hát ha jön egy kis klik. És akkor ennyi. Nem aktuális. Jaj, nem mondd már. Nem, ami Zitánk nagyon pörgött. Oly, nagyon. Igen, nagyon pörgött az Ita. Egy interjút adott a Telexnek, egy ilyen videóinterjút, és 4 hét alatt a legnézettebb videója lett a Telexnek, és ott tökéletes volt, ez egy ilyen mély interjú volt, beszéltél a dubajozó lányokról, beszéltél alkoholista apukádról, és az érdekelne engem. Mindannyian ismerjük azt, hogy amikor egy újságíró vagy egy lap érdeklődik, akkor itt mi történik? Utáljuk többnyire, általában nem azt olvassuk vissza, amit szeretnénk, valami ki van ragadva a kontextusból, és néha azt hiszem, hogy mindannyian elkövetjük azt a hibát, vagy meg kiderül, hogy hibát vagy nem hibát, hogy adunk egy mély interjút. És nem, én is voltam ilyen hülye. Hogy hova fogsz ezzel? Igen, én is kezdtek úgy gyanakodni. Nem, csupán azt szeretném tudni, hogy miután tudjuk azt, hogy ez egy árucikk, amit mi ott... Hogy állhat elő az a helyzet, hogy ott ül veled egy újságíró, akit jó esetben nem is ismersz, és megnyílsz előtte. Tehát, hogy ő tud valamit, vagy te vagy olyan gyenge. De ez miért gyengeség? Nem. Mert a pszichológusomnak is vagy nehezen nyílok meg. De azért, hogy zárkózott pasi vagy, de attól még igen. Emberek köszönöm. Beszélnek az érzéseikről. Az zárkózott pasit nem leüvölteni kell, hanem kedvesen beszélni. Hát de nehogy már támad szegény Zitát, aki a legbelsőbb mélységeiről... Meg én tiszteltem végigvártam, amit a Gábor mondott, de már az elején nem értettem, amikor azt mondtad, hogy ugye mindannyian utáljuk, amikor megkeres minket a sajtó, hát én imádom. Hát ez születetlen. Valaki hívogatja, hogy beszéltem a blikkel, holjába a gyorsívásokat, blikk, hot, így vannak. Igen, nekem is az utolsó nagynál, 24.hu, és nagyon féltem, mert mondta, hogy nagy interjú, annyira jól fölkészült az ember, olyan szinten imponált, hogy én teljes mértékben megnyíltam neki, mert nagyon jól esett az, hogy ennyire érdekeltem, és ennyire minden pillanatomat ő tehát utána akkor ez egy kicsit a hiúságodat is. Maximálisan. Persze, ugye? Tehát, hogy ő felkészül. Jó, nekem is volt ilyen, tehát azért mondom, nem zárom ki magam ebből a körből. Bocsánat, egy mondat erejéig édesanyám kedvenc történetét kell, hogy elmeséljem, amikor egy mély interjúnál úgy kezdte a riporter, és kedves Kovács Kati, amikor 1967-ben a Táncdom Fesztivált megnyerte, igen, akkor mit érzett? És anyám mondta, köszönöm szépen, fölállt, és kiment. Ezt nem mondja. Igen, de volt egy ilyen, és nem az átverő, nem a Fridi féle átverés áriporteres cucc volt, az nagyon jó volt egyébként. Tudom, de hozzászólok egyébként a témához, ha már rólam van szó. Igen. De Rozi vette el. Nem! Kipécézett magam, mélyre szúrtam ezzel az árkózottal. Nagyon. Nem, egyszerűen csak elérkezett az a pont, amikor azt éreztem, hogy én 25-28 éve vagyok ebbe az egészbe, és kussolok az egész életemről. Én erre nagyon régóta készültem, egy másfél-két éve megfogalmazódott bennem, hogy tök jó lenne ezeket így elengedni, kimondani, mert hogy nagyon nehéz úgy nyilatkozni minden egyes alkalommal, hogy kerülöd a gyerekkort, kerülöd a családot, kerülöd a tesódat, kerülöd ezt, kerülöd hát azt. Rohadt nehéz. És egyébként, bocsánat, hogy kérdezek, de hogy az édesapád iránt érzett szolidaritás, vagy az, hogy őt nem akarod kiadni, azt gondolom benne volt ebben évekig, hogy ezt fogtad vissza. Mert hogy
baromi nehéz az embernek szerintem. Minden szülő valahol ront, meg minden szülő szerintem követel hibákat, de hogy azoknak, akik kint vannak a reflektorfényben, borzasztó nehéz kimondani azt, hiszen nem is akarsz fájdalmat okozni a szüleidnek, vagy nem akarod őket olyan helyzetbe hozni. Szóval ez lehetett szerintem egy nagyon nehéz. Meg most sem hoztam őt, azt gondolom, olyan helyzetbe, tehát az alkoholizmusról önmagában is beszéltem, amelyben az apukám is érintett. Mindezt azt gondolom, hogy ezt nagyon szépen tiszteletteljesen és szeretetteljesen tettem meg. Úgy, hogy közben én megvártam azt a pontot, amíg ő elmegy nyugdíjba, hogy soha ne hátráltassam őt például a munkahelyein. De elérkezett az a pont, amikor azt éreztem, hogy ahogy szóljon már a saját életem egy kicsit rólam is, ne csak arról, hogy mindig védem azokat, akiket egyébként szeretek, de közben meg egy csomó sebet ütött rajtam az, ahogy ők élnek. Kicsit olyan ez, amit mondtál, Gábor, egyébként tényleg szerintem, mint a pszichológus, hogy én azt gondolom, hogy közszereplőknél, vagy akik kint vagyunk, eljöhet egy idő után az, amikor azt gondolod, hogy a te önazonosságodhoz is hozzátartozik az, hogy teljesen őszintén beszélj az életed, akár nyomorúságosabb korszakairól, fájdalmairól, hibáiról, rossz döntéseiről, mert az a magadnak is teszel valami jót, nem? Én azt gondolom, mindannyiunkban benne van az az igény. Persze, annyi mindent éltünk át, és jó lenne ezt egyszer közölni, de ez legtöbb esetben akkor egy önéletrajzi könyvben, vagy ilyesmi. Tehát én azt a bizalmi momentumot keresem, hogy leül vele egy újságíró, tudod, mi a szakmája, és mégis megteszed. Én azt gondolom, hogy mind a két téma, amit én ott felvetettem, egyrészt a dubajozó lányok, másrészt pedig az alkoholizmus, most látom azt, hogy mind a kettővel elkezdtek még komolyabban foglalkozni, mint eddig. És nagyon jó azt látni, hogy az alkohol problémára most már a Szilinóra szervez beszélgető esteket, és hogy akár merre megyek, az emberek elkezdenek visszacsatolni, és elkezdünk erről beszélgetni, hogy ez nem szégyen. És különböző utakat osztanak meg velem, például rengeteg üzenetet kapok, elképesztő mennyiségű üzenetet, olyantól is, aki még benne van, olyantól, aki... Ez a terápia tart még? Mert ez egy terápia neked is? Ez egy feldolgozás. Én járok egy saját terápiára, de az De az hát ott nem tudok jelen lenni, sajnos. De hogy igen, tehát hogy az egy kicsit azt érzem, hogy ez a téma kevésbé tabu téma most már. Az alkoholizmus. A dubajozós dologgal neked igazából az volt a problémád, hogy van egy olyan címke, amit úgy hívnak modell, és az a címke az rájuk is épp úgy érvényes, mint rád, és hogy ezt nem szereted, hogy összemossák? Igen, abszolút. Szerintem ez egy nagyon kellemetlen dolog. Igen. A címkézésnél maradjunk, ott van például a színész. Ez is tök érdekes, hogy benneteket, színészeket zavar-e az, hogy gyakorlatilag az utcáról söpörnek be ilyen fél tinédzsereket, és sorozatokban szerepelnek, és hirtelen egyrészt tárokká válnak, de hogy a színész onnantól ott van a neve mellett. Téged nem az utcáról söpörtek be, dehogy is. Nem, hogy és ti meg ugye elvégeztetek vagy egy ilyen főiskolát, vagy egy olyan iskolát, vagy egyszerűen hatalmas története, tapasztalatotok van már ebben a szakmában. Ez zavar-e benneteket, hogy ez is színész, az is színész? Ez nagyon érdekes dolog. Engem rendkívül, egyébként engem rendkívül zavar. De amikor a barátok közt indul, és most már szerintem erről lehet beszélni, őszintén, meg hanem akkor is, hogy 94 szerintem, ilyesmi lehet. 30. Szóval a lényeg az, hogy amikor az elindult, akkor ugye nagyon-nagyon a szereplők javarésze olyan volt, aki nem volt ismert. Volt, aki színész volt közülük, de azért nagyon sokan, voltak, akik nem, és aztán későbbiekben pedig egyre inkább jellemzővé vált ez a castingban, és akkor kérdeztük, hogy ez hogyan működik, és mondták, hogy ez a német eredetiben, tehát a franchise-ban is úgy van, hogy a színészek, vagy a szereplőket a buszmegállókból szedik össze. Tehát idézőjelben ez hát volt a duma. Mert hogy bárki jöhet, mert hogy azokat az embereket, azokat azzal azonosítsák, hogy ő a Berényi Miklós, a Kertész Géza, a nem tudom mi, mert ennek az a sajátja, hogy nem is érdeke senkinek, hogy ezeknek nevük legyen valóságos. Aha. Hanem csak a karakterrel, és ezek erre vannak szerződtetve ezek a figurák, eleinte, de ez már átalakult, hát manapság, amikor hogyha egy kamasz influencer több lájkot csinál, mint te, vagy a TikTokon a csatornája nagyon megy, akkor ma már egy címlapnál az egy döntés, hogy téged tesznek-e ki, vagy pedig azt a kislányt, aki modellnek mondja magát, de 4 millió lájkot hát csinál. Hát igen, csak itt pontosan ez, hogy a szakma és az elnevezés és a címke, ahogy neveztük az előbb, az egy és ugyanaz, nincs különbség. Tehát mondhatom ezt egyébként műsorvezető
vezetőre is. Tehát a műsorvezető szintén az utcáról besöpört bárki tud már lenni, hát és persze. Ugyanaz a szakmánk, elnézést, nem? Évi 8-ban lett 12. helyezett, az hirtelen utána ő lesz ugyanabban a műsorban a műsorvezető. Egyébként a színész kontra celeb vagy ilyen híresség témában még azt el kell mondjam, hogy amikor egyszer bekerült egy kislány tényleg az utcáról a barátok közben, egy nagyon csinos kislány, ma is nagyon jó fut a médiában, majd egy híresség, és mentünk az utcán, és valaki utánunk kiabált, és mondta, hogy látjátok, ott megy az a celeb, és meg visszakiabált, hogy tudjátok ki a celeb? Tegyük helyre a szerepeket! Zitám, a másik veled kapcsolatos sztori, a másik veled kapcsolatos sztori, ez az Árulók nevű széria, és ott abból te kiszálltál, lehetett látni, hogy nagyon megviselt a dolog. Itt meg az érdekel, hogy hogy lehet az, hogy egy olyan helyzetben, ami nyilvánvalóan egy megszervezett játék, ahol azt játsszuk, hogy egy gyilkos vagyok, te vagy áruló, van a konspirációk, átverjük egymást, csúsztatunk, stb. Hogy lehet ebbe kiborulni, hogy sírsz? És ott van az árpa, aki színleli a sejtelmest. Tehát, hogy mi ebben az, ami téged kiborít? Az derbe, nem avathat vele a titkokban. Hát az, hogy ő miért bőgött, az nem szerződés. Hát lehet az a 12. árpa miatt, nem, mert ránézett. Ne nézz így, Attila! Ne nézz így! Zita, mi az, ami... Mondd meg, mi viselte meg a lelked? Azért viselt meg, mert ott kialakultak például a Tapasztó Orsival, a Leilával, egy-két arccal igazi, őszinte emberi kapcsolatok. És én nem tudtam volna másnap visszamenni, és ugyanúgy össze. Neked simán a szemedbe hazudtam volna másnap is. Persze, amikor engem kutyakajában megesztél meg, akkor nem volna, hogy kaptál ideg összeroppanást. És az volt. Csak szólok. Ilyet, és az story, volt, hogy a Strollban viszont annyira rohadt jól kamusztam, és olyan jól élveztem, hogy átvágtam a német Kristófot, és megetettem kutyakajával. Voltunk egy műsorban, és ott az volt a lényeg, hogy egy főzésben valaki ugyanígy ki volt választva, és neki el kell rontani az ételt. A Rozina műsora, igen. Na jó, de gyerekek, hát mindenki egy kicsit odaégette, meg egy picit elsózta. Zita kutyakaját csempészett a fülében a stúdióba, és belefőzte az ételbe, érted? Azóta se hal semmit egyébként. És te elsírod magad, mert Leilával nem tudom nem mit. Nem azért, nem. Az tehát te, aki kutyakaját adsz a Kristófnak. Én ezt simán tudnék hozzátenni. Tehát ott 8 órán keresztül kellett egy, az embernek. Mi volt az, hogy engem is átnál? Ez mi volt az előbb? Hogy így van, neked szóval... simán a szemedbe hozódik. De miért vagyok én kevesebb, mint ezek itt? Tehát voltak arcok, akiknél nem okozott gondot, hogy a szemébe hazudjatok. Volt egy kiélesedett helyzet. Tehát Gábor ezek közé tartozik. Igen, Gábor ezek közé tartozik. Persze, mert ő utána nem. De én is nem. Nyilvánvalóan. Te lettél volna az első kicsirla. Az első! Te lettél volna az első! Na jó, szóval akkor nagyjából ez egy kamu volt, és elfáradtál, és haza akartál menni. Nem volt kamu, én elfáradtam, és én nem tudok, nem esett jól hazudni 4 napon keresztül. Próbáltad már, Gábor? Na, Kristófon, veled is kell, hogy beszéljek. Új gyerek? Jó. Igen. Tehát, ugye jó vagyunk, szeretsz ide járni, és örülünk, hogy sokszor jössz. Kristóf, mondd el, mit tanultál te ettől a műsortól? Hogy ne szaporodjak tovább. Most mennyire járunk? Nagyon csodálatos fiam van. Nagyon jól érzed. Ugyanis tényleg ebben maradtunk. Mondtam, hogy Kristóf, ennek vége, azt mondtad, Gábor, rendben, nem szaporodok tovább. Így volt? Így volt. Mit olvasok? Rozi, biztos te is olvastad. Németh Kristóf 3-szoros apuka lett, de már a 4. gyermeken gondolkodnak. De itt voltatok ti is. Ez egy mély interjúban került elő? Ez nem érdekel, a Kristóf bárkinek felveszik. Kell az SZIA mentesség. Elképzelhető, hogy a pár a jövőben kislányt szeretne. Jó, akkor ez most egy célba lövés lesz? Tehát, hogy most tudod, hogy kell a kislányt? Ugye tudod, hogy a gyereken nem gondolkodni kell. Én mindenki ott szeretnék elnézést kérni tőletek. Ezzel szeretném kezdeni, tényleg ez nem volt szép, megígértem. Megértem, hogy nem csinálom többet. És
És mindig túllövök a célot. Na, én azért látom a jövőt, hogy Kristófék ott vannak a nőgyógyásznál, ultrahang, hopp, egy pötty. Hopp, nézd, apuka, van még egy. Ó, és még egy! De nem, mert ugye lehet, tehát azt mondják, hogy például, hogy a pósztól is függ, hogy fiú lesz-e vagy lány. Te csináltál tanulmányokat, tehát oknyomozást, hogy... Hogyha tényleg lányt akarnál, az igen, hogy kell? Rengeteg módszer van, tehát nem mindegy a hőmérséklet, a na. Pozitúra, ugye, meg mit tudom én, ugye mondják azt a lányok, hogy ők is milyen hangulatban vannak, tehát mondjuk, hogy romantikus hangulat, ugye, hogy például azt olvastam, hogy az nagyon jó, hogy a lányokhoz kell a romantikus hangulat? A fürdőszobában például kieresztesz egy kád vizet, és ugye, akkor gyertya legyen. És akkor én most legutóbb például, amikor otthon voltam, a feleségemnek gondoltam meglepően, és fellőttem magam gyertyába is. Ez kész. Várja, De várja, akkor meggratulálok. És ez a póz, ez a... De várjál, Kristóf, Zitának, Zolinak, nekem is van lány, vannak lányaink. Van. Kérdezz. Hát igen, itt a női és a férfi oldal, te neked van kedvenc pózod? Most minden érdekel az én szexuális életemről, nem, vagy csak az, hogy az én lányom, hogy... A megtermékenyülésre vonatkozó része, tehát nyilván ennek vannak pre- és post szakaszai is, ugye? Igen, pre- és post szakaszok. Már annak a kevéskének, amikor pontosan ugye hát... célba találunk. Tehát, hogy most felkeltetted az érdeklődésemet ezzel, hogy lehet, hogy... Jó, beszélhetünk mindannyian erről. Én bevallom őszintén, ilyen szempontból két pózos vagyok. Hát, Kristó, látszik is, három fiad van. Látszik is! Három fiad. A gyertyákban hallottuk meg a másik. De hogy te például iránézésre megmondod egy pasiról, hogy tud-e lányt? Nem, én csak egyet tudok elmondani, hogy nekem hogy sikerült a lány. És neked hogy sikerült? Várj, az Zolitól kérdezzük először. Ugye, tekintettel arra, hogy az első házasságomból van, ami után 8 év pereskedéssel lett egy vagyonmegosztási ítélet, úgyhogy azért ezt nem szeretném ez újabb 8 évet beszélni. Eltölteni a Markó utcában. Hogy sikerült, emlékszel-e még a lányod nemzésére? Igen, mert ha hasonlít a két történet, igen. Akkor lehet, hogy jó, itt van az ennyi konkrétan mondom, Firenzében volt egy szállodában. Te? Várj, nekem a kicsi fogant Toszkánában. Mert Toszkánában csak lány lesz. Na, az eredmény önmagáért beszél, Rozi. De Rozi, nekünk az Zitával, már nem a görög Zitával, hanem az én feleségemmel Zitával, semmiből nem áll elmenni Firenzébe, hogyha ez a titok. Tehát akkor a szálloda nevét is tudom. Te, hol volt? Én ott voltam, tőlem kezdve a szálloda nevét. Hol volt? Neked hol volt? Nem tudom, figyelj, nem emlékszem. Ez nem lehet, Zita. Mindenki emlékszik, hogy hol nemződött a gyermeke, mindenki. Szerintem is. Félnálunk több esélyes. Te ne beszélj, Zoli. Mi sokat utaztunk, bocsánat, Zénon fiúról beszélek, ja. Tudom, hogy sokat utaztunk, és hogy éppen hol azt azért nem tudjuk megmondani pontosan. Én csak a kicsire emlékszem. A nagyoknak mostra már nem, hogy hol fogantak éppen. Kristóf, ezt akkor tudom, nekünk kell megbeszélni. Jó, Gábor, ez ránk marad, ez egy külön topik, jó? Ez ránk marad, jó. Lényeg, próbálkozni kell. Tehát 8-10. Környékére már biztos megy a felel. Tudom, és akkor legyen Firenze, legyen Budapest. Jó, de egyet nem akarunk, hogy a Kristófot megünnepeljük pár év múlva a 7. fia születése. De miért? Alkalmából. Az már egy pólócsapat. Ez tök jó. Ez az első két hír, tudom. Kristófnak beszélt a 7. gyereke, Rozira lefogyott. Na jó. Jövünk vissza. Egy érdekes kérdéssel, mennyire felelős Cristiano Ronaldo, és most nem futball téma lesz itt, hanem képzeljétek el, hogy beperelték őt többen $1 milliárd. Azt a minden. Mert a nevét adta egy kriptovaluta tőzsde reklámjához, és azon belül is egy termékhez. Igen. És ez a termék, ez bukott. Most nagyon egyszerűen mondom, úgyis mindjárt jön a reklámszület, ez a termék bukott. Mondd, Zoli. Szelavi. Szelavi. Jövünk a reklám után.
folytatjuk egy izgalmas sztorival először. Hadd mondjam el még egyszer vendégeink névsorát, itt van Bosala Rozi, Török Zita, Szécsi Zoli és Németh Kristóf. Szóval, olyan érdekes dolog, én egyébként nagyon bírom, hogy ha sztárok reklámoznak valami terméket, akkor úgy vagy teljesen hiteltelennek tűnik, vagy tök jó, nagyon-nagyon illik hozzá. Imádom most egyébként Bodrogi Gyuszi bácsiéknak a telefonreklámát. Én azt komolyan mondom, hogy szerintem az év reklámja. Ez a széria. Csodálatos. Eszméletlen jó. Nyilvánvalóan a sztárok is meggondolják azt, hogy milyen termékhez adják a nevüket. Cristiano Ronaldót most beperelték, fogyasztók egyébként, $1 milliárd. Azért, mert ő nevét adta egy ilyen kriptovaluta termékhez, és ugye hát nyilván ösztönözte a követőit arra, hogy ezt a terméket vegyék. Ez egyébként egy NFT-nek nevezett valami, ezt ugye piacra dobták, a legolcsóbbja $77 volt, most már csak $1 ér egy ilyen termék. Ez egy, csak hogy mindenki értse valamelyest, ez egy nem helyettesíthető zseton, ez egy kriptovaluta, ez egy egyedi digitális alkotás, valaki úgy magyarázta el nekem, hogy ez egy ilyen digitális műalkotás tulajdonképpen. Az. CR7 nevet kapta, tehát ez pont róla szól, így van egy ilyen 3D-s Cristiano Ronaldo, ami csak a tiéd, van egy kódsora, az bizonyítja az eredetiségét és a tulajdonjogot is, és akkor ezeket lehet eladni, ugye abban lehet reménykedni, hogy ennek fölmegy az ára. Na, először is beszéljünk a kriptózásról egy picit, ez pár éve itt van velünk. Van egy köztünk olyan, aki valaha kriptózott, akár csak próbakép, Rozi? Mi vet rá erre? Tehát a nyilván a haszonvágy. Én hiszek benne, én azt gondolom, hogy amit képvisel a kriptó. A mohóság. Nem, ha valaki tényleg meg akarja érteni, hogy ez a decentralizált helyzet, tehát ugye maga amiért ez kiáll, ez mit jelent, azt jelenti, hogy az a pénz, ami nekem van, azon ne a bank húzzon hasznot, hanem én húzzak hasznot, és ha én kölcsön akarok neked adni, akkor ne egy bankon keresztül adjak neked kölcsön, hanem így tudjak, és mi állapodjunk meg egy sokkal jobb kondícióban. Illetve sokan támadják terrorizmus és bűnözés miatt, de hogy ez nem feltétlenül igaz, mert hogy ez a blockchain rendszer, ez pontosan azt jelenti, hogy ez egy olyan kódrendszer, amiben ezt a pénzt, amit én mondjuk egy terrorista adna egy másiknak, tehát itt rajta marad örökre, hogy kinek a kezén ment. Tehát egy tökéletesen követhető dolog maga a kriptó. Jó. Zoli, nagyon szkeptikusan így nézted már a stúdióberendezést, miközben Rozi mesélt. Én úgy gondolom, hogy minden bit mögött van egy kis hardware. Tehát van valahol egy fizikai valóság, ami lehet egy szoba, egy szerverfarm, dobozok, szerverfarmok farmja. Mi van akkor, hogyha Binance összes létező szerverét szitává robbantja a bárki? Ez nem, a Binance a nem szerver alapon működik. Tehát, hogy ezek már azért a felhőben megmaradnak. De a felhő az nem valós felhő. De ez ennek az a lényege, hogyha mondjuk van, tehát ezt a kódot, ezt van 30 millió felhasználó, akkor ezt a 30 millió felhasználónál van ez a kód tárolva. Tehát ez egy közösségi, egy digitális közösségi megoldása. Jó, azért jó az a beszélgetés, most azért állítom le, mert nyilvánvalóan a néző számára ez kezd érthetetlenné válni, de az, hogy nagyon zűrzavar ebben, ugye, számomra is az, azt el tudja nekem valamelyikőtök mondani, hogyha én veszek kriptovalutát, nem tudom, készpénzért, azt egyrészt kinek adom oda, illetve az, amit én befizetek, vagy egy automatába eltűnik, vagy odaadom egy valakinek, akkor az a pénz hova megy? Én közgazdász is vagyok egy kicsit, meg informatikus is egy kicsit, és nekem ez az egész gyakorlatilag minden egyes instrumentum, legyen az bitcoin, vagy OTP részvény, vagy a kockás nadrág, annak van egy értéke, amit az határoz meg, hogy ki mit gondol róla. A nagy tömegek mit gondolnak az értékéről. Nyilván ugye a különböző kriptovaluták is voltak, Dogecoin, ami ilyen hack történet volt, hogy elkezdik piacra dobni, volt, akit behűítettek vele, akár egy NFT-vel, mert egyébként volt egy jó pár NFT, ami fölfelé ment, pont Cristiano Ronaldo nem. És amikor elkezdik az emberek azt gondolni, hogy nem, itt az a kérdés, hogy akkor mi van a bitcoin mögött? De van egy blokkláncot. Már nem gondolják azt, már nem tudják azt gondolni, hogy nem. Tehát ez egy 20 éve fennálló történet, amiben a Wall Street-et most januárban fogják becsatornázni. Tehát, hogy ez most már egy olyan
több trillió dollár összeg van benne, amit most már, és nagyon-nagyon sok mindenki. Ami valakinek valaha kesse volt, ugye? Az a több trillió. Nem, ez az átverés. Tehát nem, ez a, nincs ez mögötte valódi. Ez az iszonyatosan átverés, nincs, szerintem, nincs, hogy nincs mögötte valós érték. Én pont ezért nem merek befektetni, mert mind a kettőtök véleményén vagyok egyszerre, és így harcol bennem, hogy merjem, nem, kis tételben minek, nagy tételben meg nem merem. Jó, sokan mertek. Visszatérve Ronaldóra, jogos-e az, hogy ezek az emberek megsértődtek, és most számon kérik, per formájában számon kérik Ronaldón? Úgy, aki egy focistának hisz befektetési tanácsadóként, az vessen magára, tehát, hogy legyünk őszinték. Tovább tudnám fokozni, hogy egy focistának a reklámjára a kriptovalutát vásárol, igen. Az magára vessen. Tehát, ha egy új Adidas gatyát árulna, akkor... De lekezelő vagy. De miért? Hát ne haragudj. Azt meg is venném. De miért? Ez olyan? Akkor azt megvenném. Ez olyan, mint hogy én soha nem vállalok el se fashion, se beauty együttműködéseket. Mert milyen jogon mondom azt? Most már bocsánat, de hogy... Mert beauty vagy. Én sütöttem egy télapot tegnap, te. De, na, jó. Na, de főzni mindenki tud. Érted? Szóval, hogy szerintem maradjon azért mindenki valamelyest. Beperelni nem lehet, mert mi rosszat tetted, hogy... Nem tudod beperelni, nem tudod beperelni. Nincs mit számon kérni. Hát a per az elindult, tehát a per befogadták. De milyen alap, mi alapján lehet hát, egyébként hogy megtévesztett az embereket. Hogy kedves felperes legyen, kedves rettentően szégyelni saját magát, mert hogy a hülyesége miatt mást perel. És minket dolgoztam. Én nem tudom, én hiszek Ronaldónak, nem tudom miért, de hát most mi egy magyar brókernek higgyek, akinek Zara öltönye van, vagy annak a csávónak, akik van három Bugattia. Tehát, hogy... Bocsi, hát, lakóparkot reklámozol, így van, mondjuk, egy igen, bárhol, helyre. És összedől. Igen. Van esélye. Igen, tehát ez normális. Ott te már pedig összedől. Nyilván nem az, amit mi építettünk kette, hanem valamit más. Ott mi felelősek vagyunk. De attól függ, hogy mennyire volt ebbe benne egyébként a Ronaldo. Tehát, hogy... Tehát, hogy ő nem csak az arca volt ennek. Meg ő nem csak az arcát és a nevét adta. Nem, hanem de valószínűleg üzlet része, részesedése van ebben az egészben. Az is lehet, hogy ők együtt találtak ki a saját tímje, hogy csináljanak egy alapvetően ilyen. Mennyire felelős egy híres ember, amelyben köt egy reklámszerződés valamire, azért a termékért? Ebben most Zita nagyon érdekes dolgot pendített meg, mert hogyha részes és résztulajdonos benne, akkor ahova pénzt húznak be a jövőbeni haszon reményében, azt egész egyszerűen úgy hívják, hogy csalás. És egy pillanat, garantált pénz még a tőzsdén sincs. Tehát azt szerintem mindenki tudja, hogy egy befektetéssel kockáztatok, de még ingatlan befektetése is. De hogyha befektetésre húzol te be egy embert, és azt mondod, hogy figyelj, ez tuti hoz 20%-ot, és ezt a szóban elmondod, akkor is, hogy az apró betűben nincs benne, ezt csalásnak hívják, hogy nem adod vissza ugyanazt a pénzt. Ha ő egy szerződés és reklámarc, és amúgy semmi köze nincs hozzá, csak megkapta az 5-10-20 millió dollárját azért, hogy ilyen jól feszított a Binance-es pólóban, akkor semmi köze a történethez. Egyébként megmondom, full csalás. Igen, tök érdekes egyébként a dolog, mert rengeteg aspektusa van. Egyrészt nyilván van egy jogi szabályozás, nyilván mindenre van. De hogyha megnézitek, csak induljunk ki a magyar influencerekből, hogy nem mindegy, hogy azt mondod, hogy itt van ez a tabletta, ezt vedd be bátran, mert én ettől 20 kilót fogytam az elmúlt annyira egy hónap alatt. De túl azon, ezzel árulhatsz mérget. Ezzel. Nem, ez nem, de mérget is árulnak. Nem csak az, hogy mérget árulnak, inkább az a felhívó. Tehát az egészen más, mint amikor az volt, hogy az arccal nem tudom se elnek, érted? És azt mondta, hogy én ezt tankolom. Szerintetek, ha kap egy ajánlatot egy híres ember, akkor ő járjon-e utána, hogy az a termék jó? Hát igen. Hát nem őt is minősíti, az ő hitelességét is minősíti. Rozi, én nekem 20 évvel ezelőtt pont a karácsonyi időszakban a Vodafone-nak csináltunk épp úgy egy ilyen reklám, azt hiszem 5 reklám spot volt a borossal, de én nem mentem le Zalaszentgrótra, hogy jó-e a térerő. Jaj, hát, baromira nem érdekelt. Engem az érdekelt, hogy jól nézett ki a spot, kaptam egy csomó lóvét és egy ingyen kártyát, amivel telefonáltam, amelyit akartam. Igen, de azért a Vodafone egy viszonylag nagy cég volt, hogyha egy induló a Pulitel, mint Pulitel. Úgy vagy a Puli, ellen jelzem, mint Lajos, tehát Pulitel, magyar új telefonbrand arcának hívtak volna, hogy adjunk el rengeteg előfizetést és telefonkészüléket 20-szor annyiért, mint amennyibe kerül, akkor azért lehet, hogy meggondoltad volna. Ha utána lelépett volna a cég Magyarországról fél évre, akkor utána lehet, hogy kapnád a mai napig, hogy na hát azért köszönöm.
köszönjük szépen. Mi magában megbíztunk. Engem megkeresnek, én amiben nem hiszek, amit nem ennék meg, nem használnék, nem ülnék be, azzal én nem, azt megköszönöm szépen. Ott van például Rácz Jenő, ő nyáron az egyik szupermárk. A McDonald's-nak főzött, érted? Felháborodva mondod? Vagy... Én teljesen felháborodva mondom. De várj, a másik meg ez volt, azok a előre pálcolt grill termékeket egy szupermarket láncnak, amit ő véletlenül meg se enne. Hát ő egy kitűnő, kiváló séf. Így van, de azt, hogy ilyen középminőségű húsokat érintetlenül árul, az egy dolog. Na de az, hogy a McDonald's-ban a buciból készít ropogós elemet, nekem ez átment mindenem. Egyszerűen nagyon híres televíziós személyiséget fölhívtak itt már rendszerváltás után, hogy lenne egy reklám ajánlat, és hogy hát akkoriban egy budai fél lakásnak az árát mondták, hogy ez lenne a gázsi, és hogy műfogsor rögzítő kellene, de ugye a maga nevével egy már hát ilyen közel 70 éves hölgyről beszéltünk. És nekem a fiam mesélte, hogy hát nyilván nem, meg hát nyilván az ember ezzel nem tesz tönkre, hogy orba, szájba, innentől, most már jól működik, bátran beszélhet megint a kamera előtt, de várjál, és akkor, de kértek egy nap gondolkodási időt, mert ugyanakkor meg tényleg egy lakására az induló gyerek élete, hát szóval, hogy egy őrült dilemma. És hogy azt mondja, hogy arra jutottak, hogy visszahívják másnap az ügynökséget, és megmondják, hogy legyen kétszer annyi a gázsi, és akkor benne van az inkontinencia is. Ha már elindult a Eszterházi mondta azt szerintem, hogy egy bizonyos szint fölött, bizonyos szint alán nem megyünk. És szerintem ez nagyon fontos mindenkinek, aki reflektorfényben van szem előtt. Sokféle idézet van ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Jó. Ti kaptatok-e már reklámszerződést? Persze. És mit reklámoztatok? Zoli, voltál? Én voltam többfélében. Amit visszautasítottam, anélkül, hogy megkérdeztem volna, mennyi az annyit, az pont a válásom kellős közepén, amikor már rég nem laktam együtt a gyerekeim anyjával, Vandával még nem laktam együtt, és akkor egy párkereső oldal. Úgyhogy ott mondtam, hogy jó, akkor ne is mondjátok a matekot, ne fájjon a szívem. Ez mikor volt, egy 6-8 éve? 2008. Na jó, ki milyen terméket reklámozott már? Hát, tudom én. Azért nekem egy speciális helyzetem volt szerintem a karrierem elején modellként, mert ott nem nagyon mondhattam nemet. Tehát ott egy ügynökség kiközvített. Görögzitaként nemet mondok egy csomószor, persze. De van olyan, amire ilyen mondtál? Sok mindenre, igen. És utána jársz annak a terméknek? Én mindig bekérem először a terméket, kipróbálom, hogyha mondjuk még nem ismerem, és hogyha tetszik, és jó, és megnézem az összetevőket, és minden szart, ami, tehát belemegyek a részletekbe. És Kristóf, te? Nekem volt autó, repülőgép, társaság, utazásiroda, hát most van egy szentendrei lángos sütő. Az könnyű lecsekkolni, a légitársaságot lecsekkolta, de mielőtt aláírtál. Hát utaztam velük sokat, és meg voltam elégedve, és innen jött az, hogy törzsutasuk voltam. És innen, igen. És szerintem, akkor már volt, és autó is. És szerintem egyébként, szerintem az Emirates tényleg a legjobb. Nagyon jó. Akkor vettetek-e már terméket, mert egy híres ember reklámoztat. Tehát, hogy érzitek, hogy az utolsó rugás... Zseniális. Napi szinten ment a küzdelem azon nyáron, hogy édesem, azért, mert a TikTokon látod, még nem lesz jó az a krém a te bőrödre. Na, még vagy ilyen. Megvettem azt a parfümöt, amit... Tudatos bőrápolásra kettőn, nem a parfüm, oké. Én Johnny Depp parfümöt vettem, gyerekek, meg se szagoltam. Tehát én tudtam, hogy Johnny Depp leszek. Abszolút, így fújtam magam, a Johnny Depp voltam. Nem lettem Johnny Depp, de nem rossz parfüm. De várjál, a kalózmagban lettél a Johnny Depp. Kalózszaga vagy a másik szaga? Kalózszagú lett, vagy titkos ügynök. Nem, de ez nem az emberek. Vagy drogbár. Nem, vagy drogbár, nem mindegy, hogy melyik Johnny Depp. Nem, a rockstáros, tudod, hát olyan a reklámja, ott a kínál a sivatagban, gitározik, erősítők vannak körülötte, jönnek valami farkasok, és jó. Aztán bejön a parfüm, mondom, ez én vagyok. Tehát eladták neked a sztorit, és te bedőltél. Tudtam, hogy be vagy de azt akartam, mondom meg, engem ez meggyőz. Na, mondjuk Zita, téged felkérne egy parfümcég, illik hozzád, felkérne,
400 ezer. Johnny Deppel? Ne. De jó, bocsi, akkor van. Akarod. De mondjuk 400 ezer euró lenne a gázsi. 400 ezer euró? 400 ezer euró. Nemzetközi, hát az itt a nemzetközi. Csukott szembe, bármi. És, de hát nem, hát az illata szar. Na, tehát valljuk be, nem jó az illata. Egyszerűen, izé. Egy nagy cég, csinálnád el? Persze. Te figyelj, tehát, hogy azért na, mégsem. Nagyon gyorsan csinálnék szerintem egy közül. De egy parfüm az más. Az más. Az nagyon-nagyon más. Az egy több más. Szubjektív történet, hogy nekem igen. Most nem ízlik attól, lehet, hogy Rozina pont abban. Nem, ez egy olyan lenne, hogy ez mindenkinek szar. Egy olyan parfümöt csinálnak, ami mindenkinek akkor meg nem mindegy, akkor én is bukja a cél. Igen, egy parfüm az ember többet vesz az életében, de mondjuk gyógyszert nem reklámozni. Gyógyszert, így igen. Van. Jó, gyógyszert nem. Igen. De te nem mondjuk nagy traktorőrült vagy. Tudom, hogy a kék márka nagy kedvenced. Igen. De mondjuk jönne, akkor mondom 500 ezer euró. Egy kínai traktorcég le akarja tarolni a piacot, és az a traktor, az a törésteszteken is megbukott, rengeteg kínai paraszt belehalt. Össze-vissza kaszabolja a földet, feltekeri a lucernát, izé. Mit tudom én, környezetszennyező, 500 ezer euró, jönnénk spotot forgatni. Jaj, de jó. Két hét múlva azt láttad, hogy ugye ez a spot német Kristóf ajánlásával. Na, annyira helyes sztorim van nektek. Egy családi történet egyébként, Thomas Randall a főszereplő, ő Bostonban élt a feleségével és a lányával, volt egy autókereskedése, szabad idejében golfozott, egy ilyen tényleg ilyen tökéletes amerikai család, és halálos beteg lett szegény, és már csak pár hónapja volt hátra, amikor a családdal együtt ültek a kanapén, nézték az NCIS-t. És nézték, és hogy by the way, hogy megjegyezte Thomas, hogy egyébként nem Thomas Randall az igazi neve, neki fiatal korában volt valami, ami miatt egy picit bulkánia kellett. Családi összenéz, ez meg mi az, hülye? Hát mi az igazi neved, apa? Kérdezték tőle. És akkor mondták, hogy figyelj, csak akkor mondom el, mondta a halálos beteg Thomas Randall, hogyha a lányának mondta, hogy ha megígéred, hogy nem nézel utána. Azt mondja, jó, jó, jó. És akkor elárulta, hogy az ő neve Theodore John Conrad. Na, a lánya azonnal rákeresett természetesen. És hát teljesen megdöbbent, ugyanis kiderült, hogy 1969 óta körözik, rajta van ma is, vagy volt akkor, Amerika legkeresettebb bűnözőinek listáján. Az történt, hogy ő 69-ben egy bankban dolgozott, és pénteken, tehát hétvég előtt záráskor ő bement a széfbe, és 215 ezer dollárt egy sporttáskába áttett, bezárta a bankot, és elment. Ez a pénz, csak mondom nektek, ma az amerikai számítások szerint 1,7 millió dollárnak felel meg. Csak. És igen. És, akkor most vágd az arcot megint. És ő elment, és csak hétfőn fedezték fel a rablást vagy fosztást, hiszen ugye banki alkalmazott volt, de akkor már elment valahova, új személyazonosságot szerzett, így lett Thomas Randall. Hétvége alatt ő eltűnt. Ő eltűnt a hétvége alatt. Zseniális. Igen, és új személyazonosság. Azt nem írja le, hogy csinálta? Ma már ilyet nem lehet csinálni. Ma már ilyet nem tud csinálni, de várjál, ezt meg tudta csinálni, és képzeljétek el, azóta nem kapták el, ő akkor családot alapított, és Thomas Randall néven folytatta életét. Na most ezt elmondta a családnak, és egy pár hónappal később ő meghalt. Pár hónappal a halála után a rendőrség kopogtat az ajtajukon, és azt mondták, hogy keresik John Thomas Randallt, illetve a Thomas Randallt, azaz a John Conradot, meg mind, és mondták, hogy sajnos meghalt, mert a rendőrségnél akkor történt egy áttörés a nyomozásban. Ne. És a csaj aztán a CNN-nek adott egy interjút, 37 éves egyébként Ashley, és azt mondja, hogy tök szeretettel gondol vissza apukára. Azért utólag egy-két dolog gyanús volt, például az, hogy apa mindig nagyon nagy szakálla volt, és nyilvános helyen nem nagyon vette le a baseball sapkáját, meg az, hogy soha nem akart külföldre utazni. Tehát, hogy a anya mondta, hogy figyelj, szeretnénk már elmenni Franciaországba, és mondta, hogy nem szeretek tengeren túlra menni, és Amerikában amúgy is annyi szép látnivaló van. Soha nem mentek külföldre. Na, gyerekek. Van ilyen belföldi férj, most mi ezzel ez a baj? Igen. Na, hogyha a párotokról vagy apátokról kiderülne valami, bizalmasan elmondana egy ilyen történetet, fordulnátok-e a hatósághoz, vagy sem?
hatósághoz. Hogy is. De hogy? Jó, van ez még kérdésem. Hát, szerintem, ez annyi, szerintem ez annyira menő. Szerintem ez menő. Ugye, ez szerintem annyira menő. Az előző feleségemről derül neki az? Ezt még kérheted, hogy utólag vágjuk ki. Igen. Jó. Tegyük fel, a drága, édes, cuki párod, vagy apád, vagy valami elkövetett egy bűncselekményt, de emberölés volt benne. Jelentenéd a hatóságnak? Úristen. Hát jelenteni, jelenteni nem jelentenéd. Egyébként, mert biztos, hogy nem. Nem jelentenéd. Jó, biztos, hogy nem. Nem jelenteném. Nem jelentenéd, dilemmában vagy? Én dilemmában vagyok most. De... mert te vagy közöttük az, a kis az, morális utána, paprika Jancsi. Az, utána esetleg lelépsz, az más kérdés. Mi bajod van neked ma vele? A Rozi mondta, hogy bajom van vele. Senkivel nincs bajom. Az a baja, hogy sírtam. Nagy kérdés egyébként. Nagy kérdés egyébként a körülmény. Tehát azért egy gyilkosságnál azért az megrázóbb lenne, mint egy az, hogy apu elsétált 2000 dollárral. Nyilván gyilkosság is gyilkosság. Most feltételezem, hogy arra kérdezel, hogyha egy szándékos emberölésről van szó, érted? Szóval nem az, hogy mert önvédelemből. Jó, de erre a válasz az lelőtte. Is tud lenni, hogy semmilyen körülmények között nem jelentél. Hát de, de semmilyen körülmények között. A jelentés szerintem nem. Nem. Tehát okay. az, hogy esetleg, mint élettárs azt mondod, hogy figyelj, bocs, ez nekem nem fér bele, nem jelentem, de viszlát, az egy másik történet. Uh-huh. Oké. Okay. Kristóf, tegyük fel, a te apád ugyanezt a sztorit elmondja neked, csak hát nem Amerika, hanem Csongrád megye. OTP. Igen, OTP, nem NCIS, hanem a Lindát nézte. És ez elmondaná, hogy Kristóf, ez a helyzet. Mi lenne az első kérdésed? Én vagyok apa. Hol a lóvé? Hol a lóvé? Hol a lóvé? Hova ástad, apa? Rozi, te apukád például rengeteget utazik, sose lehet tudni, hol van, szakála van, jó módú. Baseball sapkát is volt egyébként. Te tudod-e, mit csinált egész életében? Egyáltalán fogalmam nincs, hogy apám mit csinált egész életében. Mi nagyon szeretnénk, hogy ő írjon egy könyvet, mert szerintem lennének érdekes dolgok, amiket át kéne adni a következő generációknak. Nem nagyon sikerül erre rávenni, de mondjuk a két üveg bor után már szokott izgalmas dolgokat mesélni. Szeretnék azt a könyvet, nem? Lehet, hogy de most már a fater 83 éves, szerintem azért ezek egyébként érdekes, hogy akkor jött meg a rendőrség, mert az ember azt gondolja, hogy elévül egy ilyen sztori. Tehát nem? Tehát eznek van ezeknek hát bizonyos bűncselekménynek nem évülnek nem el. A legkeresetebb bűnözői listán, akik felmannak, az nem szokott így elévülni. Az felmarad örökre. Igen. Zoli, ha te volnál az elkövető, te volnál az apa, te tudnál, de 50 éven át, ez 50 év volt, titokban tartani a családod előtt? Én nem tudok hazudni. Na de nem kell hazudni, hanem az, hogy nyomná-e annyira a lelkiismeretet, vagy bármit, hogy a legnagyobb bizalmasaidnak, feleséged, gyermeked elmondaná-e, vagy tudnád-e tartani? Nem kell hazudni, csak nem kell elmondani. Hát biztos nem tudnám. Tehát mondd, tehát te megbeszélted volna, nem? Ugyanígy, én a harmadik napon kiborulnék teljesen. Mint az itta. Köszönöm. Igen. Én nem tudom, én a harmadik randin elmondanám, mert ugye sárga nézünk. Hát tuti. Akkor... Mi sem vagy olyan zárkózott. Nem, csak kell hozzá sárdoni. Jó. Volt még egy dilemmája a csajnak, hogy ugye Thomas Randall-ként ő Ashley Randall. És ő még annak idején az apjának azt mondta, hogy ha majd férjhez megyek apa, akkor én meg fogom tartani a lánykori nevemet, azaz Ashley Randall-t, mert hogy akarom, hogy ezt a nevet ezt tovább vigyük. Most ugye kiderült, hogy Theodore Joseph Conrad. Ti mit csinálnátok, hogyha lenne egy ilyen sztori, akkor ti megváltoztatnátok az eredeti névre, vagy annyira szexi ez a bűnözői név, hogy megtartanátok? Szerintem ez érzelmi kötődés kérdése, nem? Mert tehát, hogy ő meg akarta tartani az apukája emléke miatt a leánykori nevét, akkor... Az az a név, amin őt szólította, amin megtanulta. Igen. Hát Ashley-nek szólította, de hát... Igen, de az... De azt meg is tarthatja. Nem az, ahogy ő az apját szólította, hogy az apját ismerte meg. Tehát ami, ugye ő a kamu nevét tudta egész gyerekkorától kezdve. Igen, de az érzelmi kérdés, ahogy mondod, az, hogy apám neve. És apja neve, ez igen, sose értem, volt. Értem, amit mondasz. Igen, tehát, hogy melyik az érzelmibb? A kamu művésznév? A kamu művésznév. Az az érzelmibb? Persze. Az az érzelmibb. Szerintem az én gyerekeim teljesen a Szécsi névvel azonosultak, hogyha kiderülne rólam, hogy Kovács vagyok, nem hiszem, hogy megváltoztatnak. Mondjuk, az érthető. De ha mosolyogna lennék, akkor sem.
Hát azért már elgondolkodnék. Egyébként ugye ebben a bűncselekményben az az érdekes még pluszban, hogy, hogy itt semmiféle erőszak nem történt. Hát igen, ez nekem ettől rock'n'roll, nekem ettől tetszik, ettől menő. Te büszke lennél erre? Erre nagyon, hát ez nekem nagyon. Ráadásul ugye klasszikus, ez a Robin Hood, vagy kicsoda, ugye, aki elrabolja, tehát a bankban lévő pénzt, ami a bank pénzek vázért, ilyen nincs. És a bank az mind rohadék. És rohadék is, és látom ezt a hatalmas nagy páncélszekrényt, mint ez a dísztet, és tolja be a izét, zárja be péntek este, tehát ilyen mesebeli, és azt mondja, hát ezt a sportáskát megtudom, és elviszem magamnak, megtehetem, elviszi, két nap alatt eltűnik 69-ben, nagyon menő. Amerikában csinálj új életet, ott van. Nem bukik le, nem bukik le, tehát nem hibázik a csávó, nem kezd el kaszinózni, nem kezd nem tudom mit csinálni, amitől lebukhatna, szóval fölépíti, családot alapít, 50 éven át, elképesztő. Hát igen, ő egyébként szegény, nem szegény, ő azt a pénzt, azt a 215 000 dollárt, azt egy pár év alatt egyébként felélte, és hát utána nyilván. Teljesen normális egzisztenciát és családot alapított, stb. Volt egy kis alaptőke. Volt egy alaptőkéje, persze, de szóval az már nincs meg. Persze. De tegyük fel, a ti apátok követte ezt el, és meg lenne a lóvé, és apuka mondjuk már elhunyt, de a lóvé megvan, akkor ti visszaadnátok a lóvét? Jó, akkor is. Ne hozzatok több sárdonét. De várj, még... De Zita még nem válaszolt. Várjál, a sírós Zita még nem válaszolt. De ő megdolgozott érte az apám, nem? 50 évig titkot tartott, ne ügyeskedj. Kristóf, te lennél a bankrabló apuka. Igen. Igen. És nagy titok van, és nem mondod el a családnak. Szorul a urak. Nem mondod el a családnak. Hogyan magyaráznád el, hogy ti nem mentek külföldre? Ugye nem váltad? Tehát, hogy, itt, kell, itt Magyarországon, tehát, hogy nem megyünk Rodoszra, nem megyünk Rómába. Azért ezt az USA-ban egy picit könnyebb, mint Magyarországon. Igen. Hát ez most, igen, de ez egy magyar talkshow, nem tudunk jobb országot felajánlani. Itt azért 80 kilométer fölfelé, 95 lefelé is vége. Én tudom, de Kristóf nem akarja elárulni. Zitának. Én biztos, hogy valamilyen családi, tehát hogy van nálunk egy ilyen családi kötődés, egy betegség, és már nekem a szüleimnek is volt, hogy amint átlépjük a határt és elmegyünk Magyarországról, fizikailag tüneteket produkálunk, amiben bele lehet halni, de hogy ezt ki lehet, de meg is mutattam, hogy menjünk ki Párkányig. Párkányig? Ahogyan átlépünk, és akkor ezt... Iszhatnék! De ahogy átléped a határt, érted? Szóval én biztos valami ilyesmivel operálnék, szóval van valami nagyon súlyos betegség, tudom, hogy pszichés, tudom. Igen, persze lehet kimutatni. Te a hazugságra egy hazugságot dobnál rá. Nyilvánvalóan, hát csak ez az egyetlen módszer. Hát színész, hát végig hazudja az életét. Egyszer kérdeztem a Doszpot Pétertől valamit, azt mondta, a végsőkig tagadni. És hogyan kárpótolnál? Tehát oké, megjátszod a rángásaidat a Párkányi határon, de mondjuk Rómába szeretne menni, akkor mivel kárpótolod itthon? Szaporodunk, hát érted? Abban jó vagyok! Mindig van egy kisgyerek, aki miatt otthon kell maradni. Jó, Jane Fondáról fogunk mindjárt beszélni. Jaj, de imádom. Olyan helyes kijelentése volt, illetve volt, aki ezen picit megakadt, 86 éves lesz most decemberben egyébként, és ő kijelentette, hogy ő befejezte, ő nem fog férfival többet együtt semmi, és különösen jön szóba az ő korabeli, mert ő nem szereti az öreg bőrt. Egy csomó kérdést felvet, ezért is ezt megbeszéljük a reklám után. Van még egy történetünk Jane Fondával kapcsolatban, és amikor a nevét kimondtam, akkor itt mindenki azt mondja, milyen csodálatos nő. Egyébként az, és ő egyébként idén decemberben lesz 86 éves, egyébként Jane Fonda 2017 óta szingli. És most egy podcast interjúban kijelentette, hogy neki már nincs szüksége párkapcsolatra, mert azt mondja, befejeztem, 85 éves vagyok, még sötétben sem szeretnék senki előtt mesztelenkedni.
ő boldog a barátnőivel, boldog a családjával, aki körülveszik, és hát aztán, hogy hozzátett, hogy szégyellem, hogy ezt mondom, de ha mégis lenne szeretőm, az legyen 20 éves. Aztán erre is rákérdezett a riporter, hogy ezt hogy érti, hogy miért. Azt mondja, mert nem szeretem az öreg bőrt. Majd hozzátette azért persze, hogy, hogy a 80 éves férfiak és a 20 éves nők közötti kapcsolatokat elég aggályosnak tartja, tehát ezt magára vonatkoztatva sem tartja érvényesnek, tehát ezt felejtsük el, ő ezt befejezte. Szóval egy csomó kérdés felvett, mondtam a reklám előtt. Ti mihez kötitek most azt, hogy mikor fogjátok befejezni a szexuális életeteket? Én speciális helyzetben vagyok. Amikor a nemzőképessége végére ér, akkor tényleg érdekel, biztos, hogy van egy ilyen gondolatotok. Ebből a blogból nem lehet felmentést kapni? És most édesem, az... nem. Ki lehet kerülni ilyen angolna válaszokkal? De bocsi, azt mondtam, hogy biztos, hogy van egy ilyen gondolatunk. Miért? Hát, mert Jane Fondának is elérkezett. Tehát, 85 évesen. Ő azt is mondta, hogy abba hagyja a plasztikai sem. De várj, akkor segítek. Tehát például attól függ-e ez, hogy életkortól függ-e ez. Tehát van egy olyan, hogy már akkor már biztos nem fogom, mert már nem olyan szép ez az egész, ez a, tehát, mit tudom, ez a 85 dolog, ez olyan, hogy ma elképzelhetőnek tartjátok? Visszakérdeznék tőle, hogy mi változott tegnapról mára? Hogy most már a feleségem egy 70 éves csitri lesz. Úgyhogy én simán el tudom képzelni. Én nála az változott, hát ez lehet egy másik opció, nála ugye az változott, hogy ő 2017 óta szingli, tehát ő neki volt nyilván egy hasonló korú béli párja, az nincs már, és ő már nem akar újat felkutatni, főleg nem röttyed bőrűt. Hát ezt megértem egyébként. Ez egy fárasztó dolog mindig újra elmondani, nem? Azt, hogy hogy érzel, hogy mire vágysz, hogy mit szeretnél. Tehát az ismerkedésnek van az a rész, amikor tök izgalmas és tök jó, és van, amikor már így eleged van. És már eleged van amúgy? És biztos, hogy nem fogom újra kezdeni az ismerkedést, meg már minden. Már most befejezted? Én be, azt az ismerkedést biztosan. Tehát, hogy most véletlenül az urad... Nem, mi tök jól vagyunk. Ez oké, okay, de nem mondjuk nem vége lenne, nem tudom, bármi. Ja, de hogy már másnap kezdeném, ne hülyeskedj. Akkor miről beszéltél? Nem, ő azt gondolja, hogy 86 éves korában nem akarna már újra ismerkedni, mint Jane. Igen, tehát hogy van ebben egy ilyen furcsaság, nem? Hogy hát akkor azért most jelen lehet szerűre kikezdeni. Én már 75 éves koromban el leszek a halakhoz, nem? Na jó, de látjátok, Zoli azt mondja, hogy befejezte 75 éves korában. Nem, tehát hogyha Vanda kiszáll az életemből akkor, és ha kiszáll az életemből. Úton módon, akkor köszönöm szépen, csónak, horgászbot. De akkor nem ülnél be ilyen macsó tekintettel egy egri bárba, és így... Egy kis sárdoréval. Tehát ezt már nem. Akkor nem látom. Halak, traktor. Kb. Internet. Rozi, látod, mindenki akar beszélni a témáról, csak te nem. Jó, hát na, ez nekem izzad a tenyerem. Igen. Monzitán. Szerintem, tehát, hogy tök érdekes az, hogy a szexualitással köti össze az ismerkedés, miközben 80-esre nem feltétlenül kellene azért a másiknak a löttyed bőrét látni, vagy a sajátomat megmutatni, hogy együtt tudjak lenni valakivel, vagy jól érezzem magam valakivel együtt. Tehát akkor lehet tehát úgy is egy társattól még lehetne. Tehát nem azt mondta, hogy társat nem akar, hanem hogy... Löttyed testet nem akar. Ő nem akar. Igen. Tehát a bridge nem azt mondta, igen, hogy a bridge klubot feloszlatja, hanem hogy a löttyed bőrt ne kelljen többet tapizni. Tehát társasága van, ő nem akar ugye levetkőzni már más előtt. Uh-huh. De szerintem ez nyilván saját magából indul ki, tehát hogy ő nem szereti ezt a saját megöregedett testét. Na ez egy érdekes kérdés, hogy saját, mert ugye ő is öregedett. Ő együtt volt 2017-ig valakivel, nyilván ott a bőrbőrrel találkozott. De hogy nem úgy van ez egyébként, hogy ahogy korosodunk, úgy egyre inkább azt fogadjuk el, ami a korunkhoz passzol külsőleg is, bőrileg is? A nők nem. A nők nem? Mi igen, mi? Szerintem. Hogy ti szerettek veletek egykorú nőkkel szexelni? Nem, mi saját magunkat fogadjuk el. Jó, persze, hogy elfogadjátok saját magatokat. Persze. Nem, a magunkat az egy dolog, de valóban. Tehát én azt gondolom, hogy mit tudom én, 18 évesen én el se tudtam volna képzelni, hogy egy 40 éves nővel lefekszem, ma meg már örülnék. Tehát, hogy...
De nem így van. De. Tehát, és nem. Bár, és nem, Gábor, nem kell. Szegény Zita, milyen kellemetlen érzi magát. Gyerekek, hogy én a 30-osok jöttek be. 20 évesen is nekem most apukám is. 85 évesen azt mondta, egyébként pont 85 éves volt, amikor azt mondta, hogy Kristófkám, az ember vágyai nem öregszenek. Igen. Tehát neki volt egy ilyen mondása, aha, is, hogy tulajdonképp azért, ha őszinte akarok lenni, az azt mondta, hogy ő azért magát is úgy látná legszívesebben, de ő kergetné a 20 éves lányokat a tengerparton. Tehát, hogy neki ez az vágya, nem egy jó 60-assal összejönni. Csak mondom, gyorsak még. Nekem erről van egy jó sztori, én egyszer átkísértem egy bácsit az Ebrán, aki utána olyat szólt be, hogy elpirultam. Tehát jó, tehát amikor átkísér a kedves öreg bácsit. És addig hogy viselkedett, amit kísérted? Mint egy kedves öreg bácsi. És akkor elengedted? Hát akkor... Szó szerint kérjük. Akkor szó... Nem. Nagyon, milyen kedves és hogy meg... Tehát, hogy... Az igen. Tehát, hogy nagyjából... És te azért az... nagy taktikus az öreg, tehát, de hogy végigvárja... Fehér bot minden! Óriási a taktikus! Nem öregedtek meg. Itt sose lesztek öregek. Ez a pasikra vonatkozik egyedül? Én akkor döbbentem erre rá, voltam. Egyébként ebben igaz, én látom magamat 85 évesen, hogy ülök az EGRI szálloda aljában, és Chardonnay-val, és akkor 20 évesenek mondom, de ez ott nézne, barátok közt ismétlését. De nem tudom, Rozi, kérdeztetek tőled bármit is, hogy ezt kihagyom ezt a blokkot? Hát figyelj, nagyon muszáj, akkor nem róla kérdezlek, a Jane Fondáról kérdezlek, csak hogy hát empatikus vagy vele. Hogy lehet az, ő 85 éves, látja magát, minden nap látja tükörben, látja, hogy szép, egy nagyon szép nő 85 évesen, azt is látja, hogy lottyat. Ő miért nem fogadja el ezt ugyanígy egy pasitól már? Hát ezt most erre én hogy válaszoljak? Tehát, hogy fogalmam nincsen. Én a válasz, a klasszikus sztori, hogy két idős szerelmeskedik egymásra, és mondja nő a férfinak, hogy jaj, drágám, ez olyan jó, és mondja a párjának, hogy ne szólalj meg, majd rád gondolok, és elmegyek ebben az egész. Aha, jó. Zita, te 85 évesen mondjuk már özvegy vagy. Mit mondjuk, igen, játszunk igen el a gondolattal. Te fiatalítanál, vagy 85 éves korodbeli párt keresnél? Százas! Találod! Lehet tapasztalt! Szeretnél a tapasztaltakat! 100-110-es! Sok jönnek be neki. Most de 85 évesen mi változna? Mit tudom én, mi lesz 85 éves korom, mert ne hülyéskedj már. Tinder az alsó korhatárban, hogy a 85 évesen. 85 évesen, mit tudom. Ja, akkor ti fiúk 85 évesen hasonló körülmények milyen korosztályban keresgélnétek? Én egy ilyen 5-6 éves motorcsónakot nézem. Valami csendes óceáni kikötőben. Kristóf, te nem vagy ilyen. Nem. Hát én apukámmal értek egyet, ezt, hogy az embernek a vágyai nem öregszenek, én szerintem. De tehát... mégis meddig mész ő, le? Tehát én, mi az a távolság, ami... Bár, meddig. Kristóf, játsszuk el, 85 vagy, 85 vagy, Zita pont ennyi idős, mint most, és ismerkedős dumádat, légy szíves úgy. Szóltad őzni a barát? De az a gáz, hogy ezek után összejönnék. Mert szokta! Hát persze. Értem, hogy nem lett a mindegyűlésre képzelni, nagyon durva. Na majd megnézzük együtt. Beszélünk a mesztelenkedésről is, amit említett Jane Fonda. Kiszállsz ebből a blogból? Figyelj! Jó. Én itt meghúzom magam a sarokba, szerényen, csöndesen. De bármikor, ha mégis hozzászólnál, tedd fel a kezed, jó? Jane Fondáról tényleg a 90-es évek egyik tényleg női ikonja, a szexi ikonja, akár így is lehet mondani. Ő eljut odáig, gondoljatok bele, hogy ő már sötétben sem akar mesztelenkedni a párja előtt. Ez a mesztelenkedés, szégyenlősség
kérdés. Ti ezt ma hogy tartjátok a párjaitok előtt? Simán, textillel, jövök, vagy azért már egy picit mégis csak a fürdőköpen takarjuk ezt, azt, amaz, hogy tartjátok ezt? Miért nem nézel? Mert a tiéd érdekel a legjobban. Valahogy minket nem akar annyira elképzelni. Ez egész sztori miattad van. Jó, Kristóf, te bátrabb vagy. Gyere át valamikor Zsoltival ott. Dúcsizunk, és te átlibbensz a konyhában? És akkor így látod, hogy ez nálunk ez hogy működik. De mi, ha vendégek vannak, te messzelkedni szoktál, vagy ezt hogy értjük? Nincs külön, a kezedet tedd fel a kérdezel, de... De amúgy jogos a kérdés. A vendégek előtt igen, a párja előtt nem. Hát. Gábor, átmenele dobnál. De ezek egy fizetős bulik vagy? Most majdnem mondtam valamit. Nem, tényleg egymás között, párjaitok előtt, így értettem ezt. Nem merek rádézni. De most az ember a párja előtt persze, hogy mesztelen, nem? Hát ez normális dolog. Hát azért van ilyen is, olyan is. Tehát azért... Még, tudod, mi még mesztelenek vagyunk. Igen. Tehát, hogy te is átlibbensz, nem kapsz magadra, tehát ez a hálószobában ledobjátok. Nálunk a hálószobában úgy van, és úgy építettük a házat, hogy egyben van a fürdőszobával, és nincsen közötte fal, hanem egy üveg van. Ah. Tehát mi látjuk azt is, amikor a másik zuhanyzik, fürdik, készül, nem tudom. Úgyhogy nálunk ez így egyben nagyon-nagyon szexi egyébként, el kell mondjam nektek. Ha te zuhanyzol, is szoktak nézni? Igen, többnyire a kisfiam. Akkor a feleségem kimegy, de... igen, Rozi, ha mégis meg kell, hogy szólítsalak. Ha mi randiznánk. Múltkor is el akartál hívni Randira. Aztán csörgött a telefonom, hívott, mondom, Jézusom, ezt komolyan gondoltam. Atya úristen! De aztán kiderült, hogy csak a műsorba kellett kommentelni valamit. Igen. Szóval, ha mi randiznánk, és mondjuk eljutnánk oda, hogy elkerülhetetlen az intimkedés. Ugye hát van ilyen, hát ez mindenki ismeri párkapcsolatokból, de előbb-utóbb ott van, hogy most kell, most ez valami... Eljön ez a pont. Remélhetően minél hamarabb. Mennyi idő után? De az most rád bízom. Hát én abszolút nem vagyok tolakodó. Évekig is. Akár évekig is. Évekig. Éttermekbe vinni. Bombon, rózsa. Ajtónyitás. Jó, akkor elkezdtem rajta gondolkodni. De most arról beszélgetünk, hogy eljött az apu. Hogy eljött a nap. Kristóf a lényegre akart érni. Vedd már le azt a pulcsit. Nem. Ez, na, nem mond gyorsan, mert én is lassú vagyok, és egyébként picit gátlásos. Oh, igen. Megzárkózott. Ez megzárkózott. Igen. Tehát mi így együtt eljön az a nap. 6-8 év. 6-8 év után eljön ez a nap. Nálad vagy nálam vagyunk? Csak nálad. Én nálam? Igen, jártam, az szép ház. Eljön ez a nap, és akkor mi ezt hogy csináljuk? Már melyik részét? Hát, amiről beszélek. De azt mi? A részét, hogy még sose láttuk. Fiút vagy lány, mert ma nem. Már nem is volt szó. Tényleg. Sötétben, világosban. Ne te legyél ízléstelen, az én dolgom. Tehát, nagyon várom a kérdés végét, de tényleg. Nem, a mesztelenkedésről beszélünk. De, tehát még nem láttuk egymást soha, csak étteremben. De nálad ez úgy működik, hogy akkor leültök egymással szembe, mindenki levetkőzik, és akkor megnézegetitek, hogy közelebb merészkedjünk egymáshoz. Tehát, ez is egy opció, De és jó, hogy így az elején tisztáztuk ennek a 6-8 évnek, mert lehet, hogy így nem megyek bele. Jó, nem, mondom, ez jó, ezt te mondtad. Tehát lehet fokozatosan is, hogy már a nappaliban elkezdjük. Igen. Jó, volt már Sárdani? Félig. Hát már... Én azt mondanám, hogy mondjuk egy strip póker. De figyelj, én test szégyenlős vagyok. Tehát te én, is? Én is. Na akkor csináljuk? Ruhában! Ó, gyerekek, ezt nem lehet überelni, nagyon-nagyon szépen köszönöm, óriási volt menetek. Külön köszi Rozinak, hogy az utolsó blogban mégis részt vettél. Köszönöm szépen, itt volt Vosala Rozi. Görög Zita. Szécsi Zoli. És Németh Kristó. Gyertek máskor is. 6-8 év? 6-8 év. Kitartó udvarlás. Jó.
Köszönöm szépen, egy hét múlva találkozunk, jó éjszakát!